esettünk meg Pásztóra, és át kell még buszozni Márta Szent Imrére. Szia! És egyszer majd egy ilyen kis ház majd egy tök jó dolog lenne. Most meg olyan dolgok valósulhatnak meg, ami számomra kedves, és egyszerűen szívesen vagyok benne, és nem élek meg munkaként. Olyan dolgot tudsz csinálni, amit szeretsz. Elértük a 9 órási 60-i vonatot, szállunk Pásztóra, és onnan pedig még egy rövid buszjárat visz minket a Mátrába, a kabinkába. Az olyan egyszerű, hogy filmesnek szeretnénk lenni, akkor egy ilyen gimbalnak ki kell lógni állandóan a táskából. Most jöttünk meg Pásztóra, és át kell még buszozni Márta Szent Imrére. Kettő egészet? Igen. Felértünk. Itt a kabinka. Szia! Hello, hello. Szia! Már! Elég spontának vagyunk itt hirtelen azon a három kamerával, itt elváltak. Hát, first look. First look, gyertek! A gondolat egy elég mély téma nekem. 2012-ben voltunk egy börzsönyi túrán, ahol szimplán csak elkezdtek tetszeni ezek a házak, meg tetszett az erdő gondolata. Akkor még nem volt ennek mélysége, csak úgy éreztem, hogy ezt szeretném, és ez érdekel engem, és hogy egyszer majd egy ilyen kis ház majd egy tök jó dolog lenne. De hát nem léptem. És nagyon hosszú út volt, addig én eljutottam odáig, hogy megtaláljam azt a lelki energiát, hogy ne abban legyek állandóan, hogy nem tudok változtatni, mert nincsen rá időm, mert annyira bele vagyok húzalozva a hétköznapi működésembe, hogy nem tudok erre időt és energiát fordítani, hanem az, hogy megadom magamat annak a lehetőségét, hogy e felé nyitok. Jött a jóga, jött az, hogy az idegrendszeremnek a paraszimpatikus részét is aktiváljam, hogy megtanuljam azt, hogy hogyan lehet újra húzalozni dolgokat, és megérkezett a meditáció is, amikor sokkal inkább el tudtam mélyülni abban, hogy mi az, amit szeretnék, és ezt tudtam, hogy ez a fajta típusú működés, ahol most itt vagyunk, ez közte van. És amikor eljövök a kabinkába, akkor minden is munkanapom olyan, hogy ez nem munkanap. Tehát egyszerűen ez egy pénteki nap, amikor lejövünk jól érezni magunkat, és halad közben a munka, és valamit csinálunk. És azt látjuk, hogy akik jönnek, mennek itt, tényleg így felismerik már a házat, meg így tetszik nekik, meg fotózkodnak vele, ami őszintén szóval nekem egy tök jó érzés, hogy egy ilyen olyan dolgot tudtunk ide így létrehozni, ami így láthatóan tetszik az embereknek. Arra nem volt pénzünk, és nem is gondoltam, hogy szeretném, hogy ilyen hatalmas üvegfelületeket használjunk, mert brutálisan drága. És itt így kértem meg a tervezőket arra, hogy próbáljunk így a formákkal játszani, és ebben azért volt elég ötletük, körablak, négyzet, vigyünk bele egy ilyen félholdat még az ajtóba. Ez a kötél téma volt érdekes, hogy ugye korlát. Korlátra mindig óriási szükség van, mert hát nem eshetsz le innen. Na, hogy honnan szerezzél kötet, ez fogalom nem volt, honnan szerzek, de a pásztói asztalosok, akik sok mindenben segítettek nekünk, azonnal adták a kontaktokat, honnan tudom ezt beszerezni, és ott is jöttek további javaslatok, hogy kültér, beltér, mi az, ami jobban megmarad, szerintem ez bírni fogja a strapát, és ez a kötél, ez megjelenik majd a Dézsánnál is, és megjelenik egyébként majd a fenti térelválasztó elemként is, úgyhogy szerintem ez elég jól láthatja így a házikót, és nekem tetszik is. Nagyon szeretem az intim teraszokat. Azokat a teraszokat, ahova el tudok ülni barátaimmal, akár kim vagy barátnőddel, pároddal, ne lássanak rád, akármit is akarsz csinálni, legyen meg egy olyan intim szférád, ami a tietek. És szerintem ez egyébként tökre jó lehet. Nagyon sokat gondolkodtunk, hogy akkor ez hogyan legyen megcsinálva. Ezekben a lécekből, egyébként ezek obis lécek, ezek vannak összerakva, és ugye van egy mögött egy olyan szerkezet, ami ezt megtartja. De a kezdetekben addig gondolkodtunk, hogy csak idáig jön ez az egész dolog, aztán úgy éreztem, hogy ezt vigyük tovább, és építsük körbe a fákkal, mert szerintem nagyon hozzátesz egyébként dizájnban az, hogy tényleg a fák be vannak építve, és másrészt egy olyan plusz mozgásteret ad, ami tényleg iszonyú jól néz ki. Az a gondolatiság fontos volt, hogyha lehet, akkor ne bántsunk fát. Ugye ez a körbeépítés, ez két
lehet egy kicsit öncélúnak is gondolni, mert az is, mert ugye szerettük volna, szerintem szép és jól néz ki, meg ugye beletesszük az élettérbe, és azt gondolom, hogy plusz élmény ez az egész, de az, hogy valami látszik, hogy gondoltunk rá, és védi a környezetet, vagy hogy mondjam, a környezetbe illeszkedik, azt gondoltuk, hogy gondolatiságában is rendben van. Ez a Dézsa, ez 4 fős, 180 centi átmérőjű, és most begyújtom. Most 20 fokos. Most van délután 3 óra, hogyha az vagy este be akar valaki ülni, akkor óránként 10 fokot emelkedik a hőmérséklet, amivel nagyon vigyázni kell, olyan szinten tudod túlfűteni, hogy nem tudsz utána beleülni. Tehát először bedurrantottuk, nem tudom hány fokos volt, de tehát bemozdulsz, és a lábadon a szőr így már ég lehet, egészen elképesztő, úgyhogy ez óvatosan kell lenni. A tartalomgyártás, meg az a videózás, hogy elkezdjük csinálni, ugye ez egy régi olyan szerelem volt, itt sok minden integrálódik egyben állam, mert én természetfotóztam, hát talán 5-6 évig olyan nagyon komolyan véve az egészet, de 10 évig eltávolodtam tőle, nem foglalkoztam vele egész egyszerűen, majd egy tavaly egy indiai utazás után volt az, hogy visszacsatlakoztam így a fotózásra, elkezdett érdekelni, elkezdtem vlogolni. Ez egy kedves integráció abban, hogy a fotózást is valamilyen szinten meg tudom csinálni, a videózást is, és egyre több olyan lehetőség jön felénk, ahol tartalomgyártókkal is össze tudunk kapcsolódni, és egymást talán erősítve tudunk egymás felé értéket adni. A hugom foglalkozik kaligráfiával, tehát ez a hugom kézírása, és igyekeztem megfogalmazni olyan üzeneteket, amiket talán érezhetnek, amikor megérkeznek ide. Én is örülök annak, hogy végre el tudtuk inteni a kabinkát, és talán ők is örülnek annak, hogy itt lehetnek nálunk, és ez tényleg így egy jó érzési dolog összekapcsolódni így testvéreddel, helyi vállalkozókkal, bárkivel, aki azt gondolja, hogy ez a projekt elég kedves neki ahhoz, hogy egy picikét tegyen azért, és hogyha én tudom őt, és ő is tud engem népszerűsíteni, hogy ahhoz, hogy eljussunk még emberekhez, szerintem az egy tök jó dolog. Jó, hogy elkezdted, mert ha az egész dolog nem jön létre, és nem kapcsolódnak ezek a szinergiák össze, akkor ezek az dolgok nem valósulnak meg, és most meg olyan dolgok valósulhatnak meg, ami számomra kedves, és egyszerűen szívesen vagyok benne, és nem élek meg munkaként. És talán a hétköznapokban azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, hogy olyan dolgot tudsz csinálni, amit szeretsz. Sokkal életbe történik tüzet. Megreptetjük a madarat. Ezt nézni, ilyen zöld gyep van. Gyönyörű fák, naplemente. Levi mesélte, hogy az extra szolgáltatás itt a háznál egy ilyen Suzuki Wrangler autó kipróbálása. Megkapjuk a kulcsokat, nézzük meg, hogy megy. Szervó, az kenyér. Ötszre indul a pici. Fadarabokat. Ugye mennyi kell még nekünk, egy 4-5 fokot még azért fel kell tornázni. Délután 2-kor kezdjük ezt a folyamatot. Azóta dolgozok rajta, hogy feltornázzuk ezt a dolgot, de sikerült, és kereken. Azt figyeld, papika! Mekkora 37,5 fok? Innen látszik, hogy kemény 12 óra kellett hozzá. Cimacsiz. Lejön a címke, szerinted? És beengedtel engedni vízzel, meleg vízzel. És a biztos borral szolgált nekünk, Levi. Ha ezt megnézed, akkor tudod, hogy nem egy olyan rossz. Nem basztad el ezt a napot.